Parkettődöge három versenyzőpárosa és Berecki Zoltán. Gratulálunk! Szene Attila és Bánidi Petra! Csonka András és Keleti Andrea! Katus Attila és Molnár Andrea! Utoljára együtt a parketten! Köszönjük szépen a táncosoknak! Zoli, nagyon jó volt! Fantasztikusan énekelted ezt a dalt, nagyon szép ez. Nagyon szépen, és én emlékszem egyébként, hogy 2 évvel ezelőtt is nagyon szépen énekeltetek. Semmi gond, csak állandóan teszed a ruhámat. Hát direkt csinálom, na mindegy. Szóval, hogy 2 évvel ezelőtt már beraktad ide a lábad, azért én arra emlékszem, jól? És nem sikerült rám csuknotok az ajtót. Nem is akartuk olyan nagyon, emlékszel rá, te is? Olyan az egész, mint valamilyen rózsaszín álom. Hát, nekünk is. Hát igen, azért nagyon-nagyon édes volt az a kis kutya ott. Alig lehetett lebeszélni, hogy hazavigyek egyet. Hát, ha most meglátod a meglepetésünket, akkor fájni fog a szíved. Mert? Eltelt 2 év, és ezek a kutyusok hát nagyon-nagyon megnőttek. Nézd, csak itt jönnek, érkeznek. És annyira tündérjek lettek, komolyan mondom. Ügyesek vagytok. Jól van, nagyon ügyesek vagytok.
Hát ők azok, megismertek? Biztos, egészen biztosan. Na jó van, de közben vissza kell egy picit térnünk versenyző párosainkhoz is, hiszen ma este óriási a tét, eldől, hogy ki lesz 2008-ban a parkett ördöge. Elképesztően szoros a szavazás állása. Igen, a zenekar egy picit jobban érdekli a kutyáinkat. Én szerintem nekem a Molnár feladatom, hogy a legszebb oldalukat mutassam meg a kutyáknak. De egy a lényeg, hogy táncosaink megmutatták a legszebb, a legjobb oldalukat, úgyhogy önöknek már tényleg csak annyi dolguk van, hogy...